Nos, hol is hagytam abba a legutóbbi részt, hogy legközelebb szintén a hármas határhegyről jelentkezünk. Nem, illetve ott, hogy tessék feliratkozni, és tessék kedvelni a videót. Na, de térjünk vissza a hármas határhegyhez, tulajdonképpen nem hazudtam, mert valóban a hármas határhegyet fogjuk kerülgetni ebben a videóban is, de nem mászunk föl rá. Most éppen itt a fenyőgyöngye előtti buszforduló van a háttérben, gondolom látszik. A 65-ös busszal lehet ide kijönni, ezt nem is mondtam a múltkori részben. És innen indítjuk a mai túrát, úgyhogy tartsanak velünk, ez is érdekes lesz, ezt egy kilátók benne, remélhetőleg barlang is, bár még nem tudunk majd bemenni, de azért barlang lesz. Úgyhogy érdekesnek ígérkezik ezen a gyönyörű, szikrázó, napsütéses téli napon. A túrát az OKT-n indítjuk, és nos hát minden rendes túra, ez is mászással kezdődik, és ez nem is árt, ugyanis eléggé hideg van, tehát ilyen mínusz 5 fok környékén járunk, ami ahhoz képest, hogy már majdnem március van, azért elég rideg. Tehát nem árt egy kis bemelegítés. A látó, azaz Guggerhegy, vagyis Guggerberg oldalában járunk. Iszonyat, hogy milyen mozgás van itt, amit nem is csodálok, mert hasítani lehet a levegőt, olyan jó friss. És bár a látó, hogy nem egy magas képződmény, a 400 métert se éri el, de mégis a budapesti smogból kiemeli a fejét. És ezért itt rengeteg a tájfutó, futó, kutyasétáltató, meg az egyszerű turista is. Látszik, hogy hamarosan egy nagy kanyart fog vetni az út, és a fák között csak úgy nyüzsögnek a turisták. Úgyhogy ez egy nagyon népszerű sétaösvény. Most hát annak ellenére, hogy vastagon természetvédelmi területen vagyunk, ugye az ösvény elején ott is volt a tábla, de úgy látszik, hogy még egyenlőbbéknek ez nem akadály. Na, erről majd egy kicsit később, kicsit többet. Íme az Árpád kilátó, amit Glück Frigyes indítványozására Friedrich Lorand tervezett, ilyen székelyes stílusban. Nem ilyen bádok tetővel volt befedve, hanem sokkal rusztikusabban. De ez valószínűleg időtállóbb. Most Glück Frigyesre még azt kell tudni, hogy a János egyik kilátót is az ő indítványozására építették meg. Egyéb iránt van egy emléktábla is belül, ahol a Friedrich Lorand nevét háromszor is sikerült elrontani, ugyanis I-vel írta a nevét, rövid O-val és D-vel. Hát gratulálunk! Egyéb iránt pedig 1929-ben épült maga a kilátó. Akkor adták át. Tovább ide be is rendezkedett, és hát rengetegen vannak, de akkor lássuk. A látvány egyébként nagyon szép, szinte az egész Budapest látszik. A hidak is nagyjából, főleg, hogyha erre nyílt lenne a kilátás. Na most itt van az, amit az előbb említettem, hogy itt valaki valamilyen módon mégiscsak építési engedélyt szerzett, illetve lehet, hogy nem is szerzett, csak fölépítette. És ez a ház nem másé, mint a kedves Cinege Lajos volt disznópásztorból honvédelmi miniszteri avanzsált főszarházinak a kedves fiacskája csinálta ezt a förmedvényt ide, és vette el az összes turistától a kilátást. De a másik irányban azért még mindig szépen megmaradt panoráma. És ha kicsit arrébb megyünk, akkor a Duna szalagja is nagyon szépen látszik, illetve ott a távolban a Gellért-hegy, rajta a szoborral, és hát a hidak is nagyjából beazonosíthatók, hogyha, illetve beazonosíthatók lennének, hogyha lenne ezen a kamerán zoom. De szerencsére a másikon van zoom. Buszon megállóba, és azok leszállnak, gyorsan megkörülnek, hogy a következő meg... A kék mellé becsatlakozik a zöld és a zöld körút is, és hamarosan odaérünk az első geoládához is. Úgyhogy most geoládavadászat következik, hát reméljük, hogy sikeres lesz.
Nos, íme a zsákmány, ez is kincses, és a leírás szerint üreges fatörzsben kell keresni. Most nem mutatom meg az üreges fatörzset, annyit mondok, hogy inkább ilyen szobakukára emlékeztet, amiben keresni kell. Füzet is van benne, úgyhogy be is írjuk magunkat, rögvest. A zöld körút szépen elmegy tőlünk jobb felé, maradunk az OKT-n. Hát a népsűrűség továbbra sem csökkent, sőt itt bringáznak is nyugodtan. Végül is Montival lehet is menni. Terep nagyjából alkalmas is rá. A civilizáció az egyébként nagyon-nagyon közel van itt. Azért is vannak ennyien, hogy ott a János-hegyi kilátó, ott szembe, a fák között van, hogy átvillan. És ott a szép völgy felől lehet följönni. Sokan fel is jönnek, meg sokan úgy gondolják, hogy a jelzett turista út az egyúttal a szánkópálya is. Nos, hát innen mondom, hogy nem, nem az. Bár lehet, hogy csak egy másik szánkópályát közelítenek így, de azért sokan elresztik így a sétányon is, és ez azért nem szép dolog. A szülőktörzs, hogy ilyen is mire nevelik a kölykeiket, és a felnőttek, akik pedig így szocializálódtak, szintén nem szép. Én elhiszem, hogy nagyon jól csúszik a szépen lejárt ösvény, de hát azért ez veszélyes is. Ami pedig végképp kerülendő lenne, az, hogy politikai reklámokat rakjanak fel az erdő közepén. Úgyis így fogja mindegyik végezni, és szerintem amúgy meg nem idevaló. Úgyhogy nagyon helyes, hogy, illetve nem helyes, hogy szétvandálozták, de mit várnak? Az út egyébként kitűnő panoráma út is, csak a fák végül is mindenhol szinte takarnak, ilyenkor télen lehet csak kilátni arra felé, ami jelen esetben dél-dél-nyugat, és szemben látszik a Hárshegy tetején a dezoxiribonukleinsavval, míg kicsit tőle balra a János-hegy tetején az Erzsébet kilátóval. Ha valaki nézte a Kilátóhegyek Budapesten című filmünket, akkor abban ugye pont ezekről a pontokról nézünk ebbe az irányba, ahol most járunk. Ha valaki még nem nézte meg, akkor gyorsan tegye meg. Mellettünk a másik oldalt, a Kecskehegy sziklás oldala tornyosul. Most így szépen megvilágítja a nap, és háttérben a gyönyörű kék éggel, igazán impozáns látvány. Hát majd megmászásra kerül hamarosan, a túloldalon is el fogunk majd menni. Nos, hát úgy döntöttünk, hogy nem majd másszuk meg, hanem most azonnal. És itt vagyunk a, hát köbben a Kecskehegy csúcstámadásának a felénél. Kezd kinyílni a panoráma, majd föntről lesz az igazi egyébként. De itt a sziklák között mindenképpen úgy gondoltam, hogy megérdemel snittet. Hát az út most nem a legegyszerűbb, mert azért havas is, meg nagyon meredek, meg köves, meg csúszik, de kemények vagyunk, és megbirkózunk vele. Ez a kirándulás tippekben nem szerepel ez a kis kitérő. Igazából nem is rövidít, nem is hosszabbít rajta, viszont nehezít, és mi az ilyesmit szeretjük. A dolog olyannyira nehezedik, hogy itt még egy kicsi-kicsi sziklamászás is lesz benne. Hú, de jó! No és aki vette a fáradtságot és fölmászott a sziklafalon, mutatom, hogy milyenen. Íme. Az ugye ezt a panorámát kapja. Tehát amit az előbb az erdőből ilyen nagyon nehezen tudtunk csak megmutatni. Íme ott a Nagyhárshegy a kilátóval. Mellette a kicsi, amin majd rázumolunk, de ott is ott a kilátó, látszik szépen. És akkor ugye ez a dezoxiribonukleinsav itt a Kishárshegyen, az a Nagyhárshegyi kilátó, Kánkároly kilátó, és ott pedig az Erzsébet kilátó Jánoshegy tetején. De hát ugyanígy látszik szinte az egész budai oldal. Ha egy picit kijebb mennék, de akkor mondjuk esnék, mert itt nem egyszerű. Hát sajnos a Gellért-hegy az már nem látszik, de éppen csak hogy nem. Itt ez a magaslat a Látóhegy, és ott pedig a Vaskapuhegy nyúlványa, amire még egyenlőbbék a csodálatos villáikat emelték.
Hát nagyjából ennyi látszik, illetve arrafele már tovább nem nagyon látunk, emiatt a kis fa miatt. Pici még van a hegy tetejéig, ezt mindjárt megmásszuk, ez már sokkal egyszerűbb lesz, mert már csak ilyen földes meredek ösvény. Mivel ez délnyugati oldal, ezért már nagyon szépen le van olvadva, úgyhogy igazából nem is volt olyan nagyon nehéz a mászás. Na meg különben sem az, borzasztóan tagolt az oldal, tehát nagyon sok a kapaszkodó. És egyúttal most a vadi új külső mikrofonomat is teszteltem ezzel a kis szövegeléssel, itt van, tessék, most biztos be is hallatszott, hogy megkopogtattam. Nagyon jól működik. Na és ugye mondtam, hogy lesz van még hármas határhegy, íme itt van előttünk. De most nem fogunk rá fölmászni, hogy ott vannak az adótornyok, plusz a sűntorony, mellette a siklóernyőssel. Látszik, hogy ez egy nagyon népszerű siklóernyős hely. Mi viszont itt vagyunk, íme ez a Kecskehegy teteje, katonasírral. Tehát most nem fogunk fölmászni a hármas határhegyre innen, hanem szépen így körbe fogunk menni. Na, hát remélem ez érthető volt. Legalábbis a szélzaj most biztosan nem zavar be. És egyébként egy ilyen gyönyörű napon, amikor az összes út teljesen el van állva, alig lehet parkolót találni, akkor is vannak azért a Budai hegységben olyan pontok, ahol nincs senki más, csak mi. Ezt ügyesen kell csinálni.